ايوه تلاقيني ميتو. دي مش لسك انك ركن. Madárfüttyös, szép jó reggelt kívánok! Hagyma vagyok, és ez itt a Hagyma TV, ugye fiam? Igen, azt mondta, hogy igen. Üdvözöllek titeket itt, ahol kalózkodni fogunk egyik legjobb gamer barátommal, Hun Prime-mal. Szia Hun! Sziasztok! Úgyhogy itt most, mi ketten Hun, ezt csak előre mondom neked, még mielőtt bármit is csinálunk, itt meg kell hódítanunk ezeket a vizeket. Nem tudom, mit szólsz hozzá. Hol vagy? Egyébként helyileg, fizikailag. Én még töltök. Ja? Ja! Csak úgy kezdődött a live, hogy egy reklámot volt belőtte. Tényleg? Igen. Pedig ez nem is szabad. Na mindegy. Akkor király. Remélem rákattintottál, hogy keresek veled egy csomó pénzt. Mit akarok mondani? Képzeljétek el, meg képzeld el, hogy fáj a torkom. Egyetlen drága gyermekem úgy döntött, hogy megfertőz mindenféle ilyen torokfájós bulival. Úgyhogy előre elnézést kérek. Szia Gábor! Előre elnézést kérek, hogy néha így a torkomat meg kell köszörülni, meg ilyesmi. De neked vannak ilyen pénzeid, meg ilyen dolgaid egyébként ebben a játékban? Alap 2000-en van. Amit össze tudtam úgy szedni, hogy nem öltek meg. Nekem nulla van, képzeld el. Meg ötös szintű vagyok a koponya vadászatban. Ötös szintű vagy a koponya vadászatban, az mit jelent? Igen, az a soul of valami. És akkor most mit csináljunk? Az én nulla kredites feladataimat csináljuk, hogy várjuk meg, még te megjössz, és akkor veszel feladatokat? Vagy ez hogy legyen most szerinted? Lehet a diadi is, mert akkor te is kapsz ugye azért XP-t. Ja, akkor megveszem ezt a 3-0 krediteset. Ja, nem tudom megvenni csak egyet. De miért csak egyet tudok megvenni? Ja, azért, mert már van nálam 3-0 kredites szerintem. És itt van a... Ez micsoda? Itt van az emberünk, aki mindenféle tér, mindenféle dolgokat árul. Ez inkább csak... Jó, ez most nem érdekel minket. Na, elég bimbó vagyok egyébként a játékban, ezért elnézést kérek előre. Itt Hun Prime lesz a főkapitányunk. Szia, Krit! Bozsó Gábor, 4-es lett a burkolói szakvizsgálat. Jöhetsz hozzánk burkolni, most veszik házat. Burkolt ki nekem. Kíváncsi vagyok, Hun Prime, hogy fog kinézni egyébként. Nagyon. Most másabbul, mint a bétába. Na, hol vagy helyileg? Mutasd az arcod. Most sem betöltök. Ez itt a kocsma? Nem. Nem ez itt a kocsma. Tudod mit nem szeretek ebbe a játékba egyedül? Azt, hogy keresgetni kell azt a nyomorult izét, helyeket, a szigeteket, hogy hova menjünk. És sose találom meg, undorító egyébként, nem? Vagy nem? De csak a kincsvadász feladatnál van ez. Az állatosnál, meg ennél a koponyavadászat, kalózvadászatnál, itt már nincs olyan, mert ott már... Hát én ugye olyanokat még nem csináltam, még bétában is. Ó, itt van Hun Prime. Milyen lapos fejed van? Meg milyen izé, előkelő vagy. Hát nem hiába te vagy a kapitány. Így. Összeomlott? Hát ugrálsz. Nem, összeszedi a játék magát. Ja? Szia tyúk tolvaj! Igen, úgy iszom a teát, hogy benne van még a filter egyébként. Hát, hogy még a legutolsóbb pillanatig is a teljes filtert kihasználjam. Meg egyébként sem tudom hova rakni. Hoho, itt dörög az ég. Egyébként rohadt jó grafikája van ennek a víznek, mi? Ez nagyon meleg. Dörög az ég, Hun Prime. Szerintem lehet takarodni kéne a rákba. Ez meg annyira nem veszélyes, én volt még veszélyes. Tényleg? Hatalmas viharokba is belekeveredhetünk? Nekem volt olyan pont múltkor, hogy ott is elvaladtam egy csomó mission, és kétszer belén csapott a villám, engem kilökött a hajóról, és a hajó meg elsüllyedt. Tényleg?
Csodaarmut. Az igen. Én meg, nem is tudom, tegnap kipróbáltam, ugye, hogy működik-e minden, a Game Pass, meg ilyesmi. És az történt, képzeld el, ott van valami hajó basszus, ugye? Az hajó? Ott harcolnak hajók, olyan van. Milyen irányba? Mindjárt mondom. North. Észak. Ott, mint hogyha... Bár lehet, hogy csak ávitorlákat látok. Nem tudom. Na mindegy, ott van Humprime. Én itt vagyok fönt az árbócom. Kéne valaki ilyen koponyás feladatot. Jó. És csináljunk egy... Szia, Scud! Ha itt... Üdvözöllek téged is! Gábor, és remélem segítségem lesz ez a minimális pénzújításokra. Jó, hogy most ilyen lakásfelújításban vagy. Hagyj, mert megosztottam a lakáskereső íromjelet, mikor kitetted, segített valamit? Hát... Az egészen biztos, hogy egy csomóan kerestek meg, ahogy a Facebookon látták, és nagyon-nagyon-nagyon sokan megosztották, úgyhogy mindenféleképpen segített valamit. Nem tudom, hogy pont az a tied, vagy az másé volt, de segített, köszönöm. És köszönöm a kommenteket is egyébként a Steam-en való képernyőmentéseimhez, csak nem tudok rá válaszolni valamiért. Hallod, Humprime, hogy menni kell? Igen, mindjárt megyek. Hamarosan. Egy kortyot addig iszok. Kicsit megfájdult a torkom, az, az igazság. Igazából egy kicsit félve vállaltam be, illetve nem is vállaltam be, én nagyon örültem, hogy ha most nem Humprime-en játszanék, megmondom őszintén, akkor már ne elmaradt volna a live, mert egy kicsit a torkom fáj. De mert Humprime-en olyan régen, és nem is játszok mostanában, úgy döntöttem inkább, hogy ezt nem tehetem meg vele. Kapitány úr, fölhúzom a... Mi az Istent? Vasmacska. Vasmacskát, igen az. Vászta betyár mindenit. Úgy. Zászló. Ki? Vagy a izé. Ki? Tökéletes. Először az a fontos, hogy meg kell néznünk, hogy milyen missionök vannak. Tényleg? Kell kezdjük a... Hát válasz egyet. Addig én északi irányba fordítom a hajót. Legyen egy új. Hát, ha jól láttam azokat a szárazföldi patkányokat. El kell fogadnod a mission-t. Jövök. Jaj, ez nem jó. Így, itt van középen. Hogy? Elfogadom. Na. Mit kell fogadni itt? Ja, volt. Hú, ez valami speciális. Mi? Igen. Hagyma és Humprime. Micsodát? Bántanunk kell kalózokat. Bántanunk, és hol vannak a kalózok? Szigeten. De azok ezok NPC-k, ugye? Igen. Nyomsz egyet, és ott látsz két ilyen térképszerűt. Aha. És kapitányt el kell kapnunk azon a szigeten. És ez melyik szigeten van? A Pier B. Itt van mellettünk. Merre? Bal oldalt. Jó, akkor balra elfordítom a hajót. Kicsit visszaveszem a vitorlát, hogy lassítsunk. Milyen messze van egyébként? Előttünk. Jajaj. Ja, már intézed? Jó. Kimegyek a... orra. Én nem tudok leesni, ugye? Le lehet esni. Hát jó, persze. Délután úgy jártam, hogy annyira próbáltam lelőni egy hajót egyébként, képzeld el, hogy beleestem a vízbe. Húzd meg a vasmacskát. Jaj, jövök. Futok, megállítjuk. Ez az, elindult. Inkább shotgunt fogok elővenni szerintem. A pisztoly helyett. Nekem sniperem van. Nem jó.
És itt van ennél a szigetnél az emberünk? Igen, ahol vannak a csontvázok. Ja, látom. És nehéz egy ilyet megölni? Nem. Na gyertek, a lenyugvó nap fényében! Oho! Psss, ennyi. Ott egy csirke is. Hú, milyeneket üsz, te jó ég! Hol a kapitány? Ezeket le kell győznünk, és majd utána sokkal jön a kapitány is. Csirkéket össze kell szedni? Nem tudjuk összeszedni, mert nincsen hozzá ládánk. Ah, ott van a mocsok. Egy. Ez a nagy ütéssel, ezt egy ütésre lehet, le lehet ezeket fejezni, nagyon durva. Igen, csak amikor nagyon sokan vannak, akkor nem célszerű, mert akkor többet tud sebezni. Szia, Feszi LP, Cigi! Ó! Itt a kapitány. Egy kicsit hangos szerintem a játék. Mindjárt állítok rajta. Próbál túlélni, még lejjebb veszem a hangerőt. Audio settings. Szerintem így jobb lesz, így jobban fognak téged hallani. Jövök már! Na, üssed! Szia, banán. Haha, kinyírtuk a rágba. Van itt egy... Fölveszem, persze. Van itt egy világító koponya. Ez sokat ér? Hát nem tudom itt tenni, mennyit ér, de... Amikor ilyen fortokat lootolnak ki, ott nagyon... Durván 1000-re szokott érni. Ezt mind a ketten megkapjuk, ugye? Igen. Hú. Na ez volt az első komolyabb feladatom, amit megoldottunk. De, csak azt. Ja, még van a másik feladat, ugye? Azt is meg kell csinálni. Hova rakjuk? Hol gyűjtsük? Itt elől? Itt lent. Vigyem le? Jó, leviszem. X-re lehet letenni. Ah, vágom, vágom, vágom. Hogy. Csodálatos. Nagyon jó. Előveszem itt a kis lámpácskát. Föltöltöm a fegyverkészletet. És most megint szavaznom kell, ugye? Nem. Most szavaztam mégis. Nem szavazás volt, az a visszamondás. Ja, de akkor nem de akar... De nem érvényes, amíg nem megy nyomok rá. Ja jó, oké. Okay. Iszok egy kort teát. Jaj. És merre megyünk, főnök? Cannon Cove. Az... kelet irányban van. Várjál csak, hadd nézzem merre. Ennél jobban kifordítani nem nagyon lehet a zászlót. Francesen bele, pont szembeszelünk van. Szia, Roland! Nem vagyok More. Nem vettem észre, hogy itt vagy. Azt a betyár mindenit! Várjál! Én is akarom. Azt a betyár... Ott mik azok a fények? Várjál, én fölmegyek a izé kilátóba és körülnézek az itt fönn. Az város. Ez egy ilyen outpost, ott lehet eladni a hidrokoponyát. Várják, körül kell nézni, de ahogy haragszom róla, nehogy, csak kicsit a hangom most a betegség miatt egy kicsit ilyen furi egyébként. Körbe nézünk, hogy nem látunk valahol kalózokat. Az outpost tényleg. De nincs sehol, a közel s távol Home Prime nincsen. Megrettentek a mi erőnktől. Még csak szerencsénk volt. Ez nem szerencse. Gyertek ide! Gyertek ide, mint Forrest Gumba izé. Az a béna, aki kikötötte magát a hajóhoz. Gyertek! Szia Tóth! Szia Laci! Azt a Home Prime hogy tolja, mi? Srácok!
Nagyon jól néz ki a víz egyébként, elképesztő. Jó felé megyünk egyébként? Igen. Csak rohadt lassan, mert szembeszél van, mi? Ja, várjál, ja, megtöltött az ágyukat, jó van. Az volt az első neked, mit tapasztalt vén tengeri medve? Megnézem a izét, térképet, hogy merre haladunk időközben, és onnan a Cannon Cove-ra megyünk? Igen. Akkor kicsit el kell fordulni jobbra. Tudom. Nehogy véletlenül valami bimbo arcú. Ott egy nagy hajó. Hol? Előttünk a szigeten, nézd meg a távcsővel. Én nézem a távcsővel, de nem látok sem. Milyen előttünk a szigeten? Mindjárt mondom az irányt. Szia, Alexander! Te nagy hármas hajó, de nem kell menni. Szerintem vigyük vissza a koponyát a egyik ilyen autózat, és akkor adjuk el. Tényleg? Miért nem megyünk neki? Oly, ott van! De lőjük már! El tudok odáig lőni? Nem, hát gondolod, hogy végig is elmehetünk oda, csak akkor beszélztetjük, hogy elveszítjük a koponyát. Ugyan már! Nem baj az, majd előről kezdjük. Gyerünk! Támadjuk nem, meg! Nem. Vagy igen, osonjunk oda! Már lekapcsolom a villanyokat. És akkor lőjük szét őket? Hát osonjunk oda, és lopjuk el a cuccaikat. Nem tudom, hogy az... Aha, ott van, figyeljetek, ott van. De! Humprime, legyél kemény! Mit? Ott a kis hajó is. Akkor menjünk rá a kis hajóra! Balra, hozzánk képest balra megy a kis hajó egyébként. Tudom, állítottam vitorlát. Hogy kell állítani, hogy ja, hogy most hátszerünk van, mi? Igen. És jön egy kis vihar is, ugye? Nem. Kár. Pedig akkor lenne az igazán tökéletes, hogyha viharba küzdenénk itt a másik hajóval. Ott van, elmegy a szikla mögé. A kettő szikla között menjünk el, Humprime, szerintem. Igen. Várjál, jövök is, állítok a vitorlákon. Hogy kell? Ja, igen. Úgy. Hú, ez nem fogunk tudni rálőni. Francessen bele. Nem baj, menjél, majd úgyis oda megy a nagy hajó felé megy. Előre be vannak töltve az ágyuk, Scoot, nyugi! Én ezt már az outposton betöltöttem előre. Itt nem úgy van ám. Francba szer... Mit? Bal oldalt jön felénk a nagy hajó. Ha! Király. Két tűz közé kerültünk. Dehogy kerültünk két tűz közé. Adtam egy irányjelzést. De az nem is jön erre, az elfordult. Vagy erre jön? Szerintem ránk akarnak lőni. Sőt, biztos. Fordulj el balra, fordulj rájuk. Vagy minél kisebb szöget zárjon be a... Aha, lő is. Úgy. Várjál, próbálok állítani a zászlókon. Nem kell, neki fogunk ütközni. Helyes, ütközünk neki. Ja, jó, próbálok lőni. Gyerünk, nem tudok, még egy kicsit jobbra kéne, jobbra, fordulj jobbra. Úgy, még. Ez. Azt a rohadt, leestem! Meghaltál? Nem, de leestem. Francba! Jó, tekerd alá, tekerd... Meghaltál? Kilőttek. Francba! Meg belakadtam egy picit a... És hogyha én itt most kóborlok a víz alatt, akkor mi lesz velem? Vagy víz? Lesz, jön egy ilyen kis, jön egy shell, amivel vissza tudsz menni majd a hajóra.
Francba! Ott a sellő. Szia, sellő! Franc, essen bele! Nem baj! Nem baj! Nem baj, kemények vagyunk. És a hajó még mindig ugyanott van, vagy? Mert elvileg jött valami patch, de itt van. Egyébként. Hát, valami van a hajóval. Hát, mi lenne a hajóval? Az van a hajóval. Én nem látom. Az van a hajóval, hogy kicsit vizes. Viszont lehet, hogy szerintem elsüllyedünk, úgyhogy... Süllyedünk, úgyhogy nyomom ki a vizet, nyugi. De te a hajón ébredsz föl? Igen, csak nekem lassan tölt. Jó, nem sietetlek, vagy ilyesmi. Hol van deszka a hajón egyébként? Ott melletted, bal oldalt van egy ilyen... Mert nem. Középen felül van egy ilyen láda. Középen felül? Na, majd itt vagyok. Na, én vizet nyomom ki, te meg akkor a lukakat. Viszont benyomom a satúféket gyorsan, mert megütközünk a szigetnek. De hogy ütközünk? De. Menjünk, körbe-körbe megyünk. Itt el is tudjuk adni a izét, nem? Koponyát. Nem tudom. Viszont jön egy hajó, az, ha jól látom. Felénk. Tényleg? Igen. Na végre. Hol van? Az a nagy hajó volt, aki kilőtt minket. Igen. Na várjál, most befoltoztad a lukakat? De, előttünk van egy outpost, akkor el kéne gyorsan mennünk leadni a koponyát. De igazi biztonsági játékos vagy, látod? Ezt szeretem benned. Nem, az a baj, hogy kevés FPS-en van, és így nem annyira nem élvezetes játszani. Jó, elmegyünk az outpostra, az melyik? Hol van? Főleg kevés FPS van, mint a... Lehet, hogy kell indítani a gépet. Majd. Itt vannak ilyen izék a vízen, ezeket nem kell kirútolni, ilyen hordók itt balra tőlünk. Annyira nem fontos, mert ebbe csak ilyen kaja, deszka, mely ágyugolyó van. Eszek egy picit, mert kicsit rossz az életem. Tömöm a majmot banánnal, nagyon jó. Szerinted neki ütközünk ennek a szigetnek itt előttünk, vagy nem? Nem. Franc, essen bele, pedig akarok egy jót harcolni. Szevasz, Lee! Nehogy kiegye a majom a kezedből. Most akkor nem adjunk oda az outposthoz? Az outpost az ott van tőlünk jobbra, nem? Vagy ez nem az? Na várjál, fölmegyek a izé, majd megkongatom a vészen, nyugalom, Home Prime, meg fogom kongatni a vészharangokat, ha látok egy hajót, jó? Nyugodj meg. Valódat, mi nyugodt vagyok. Merre megyünk? Tőlünk egyenesen most. Ott egy kis hajó egyébként, tőlünk balra. Vagy lehet, hogy ez a nagy hajó. És ide az út, de ez nem út, ja de ez útpuszt tényleg. Nagyon durva ez a játék, fiúk. Mondjuk lehet, hogy csak így, mondjuk hosszú, 10 órák után, mert ennyire nem élvezetes. De én most nagyon élvezem. Mennyire vagy profi parkolásba? Hát ha most nem megoldan nekem a kormány, akkor jó tudunk parkolni. Szerintem úgy kell nyitni a játékot. Jó, akkor indítsd újra a játékot, addig én beparkolok. Szerintem akkor nyomjuk a satúféket. Puha! Kemény vagy, pa... azt várd már meg, hogy eladjam, mert akkor nem fogod megkapni, hogyha nem. Jó, vagy... oké. Nagyon csúnyán akad valamitől. Lehet-e csatlakozni? Nem. De ne haragudj, de most ez olyan, amit ilyen Home Prime-nak fönntartott.
huszilkodás, de jövő hét hétfőn megint tolunk egy Creative Verse nevezetű játékot, aki ez, ami most hétfőn is volt, és az ahhoz is azt csatlakozik, aki akar. Na, hol kell ezt eladni? Melyik Pistikénél? Az, akinél le lehet adni, vagy lehet ilyen izéket venni, ilyen feladatokat? De nem itt. Ilyen lilás sátorszerű valami. Ház, ahol ezt el lehet adni. Csak a legnagyobb bótuszra jöttünk, ami a legnagyobb alapterületű. Na. Meg egyébként mi bimbók vagyunk egyéb, vagy legalábbis én. Te szaladsz ott a parton? Igen. Ja jó, azt hittem, hogy valaki követ. Az ott egy hajó? Ja nem, azt hittem, az egy hajó. Itt kell, hogy legyen valahol, nem? Ez a sátras, itt van, né? Megvan. Szia! Ennél nem lehet leadni, Humprime. Nem az a sátras. Ja. Itt van hátul egy másik sátras. Igen, ez. Ez a Choicely? Aha, le is adtam. 759 aranyat kaptunk érte. Nem sokára. És egy reput is. Nagyon durva. Jó. Vásárolok magamnak valami kinézetet ebből? Azt mondod? Lehet. Kell másra az arany egyébként? Kár nem lehet látni a saját karakteremet, hogy néz ki. Ha most csatlakozol, akkor a hajóra csatlakozol, vagy hozzám, vagy... Vagy hova? Na mindegy, visszasétálok szépen a hajóhoz. És van nekünk még itt feladatunk. Van még valami TPS nézet? Tényleg? Ja, tényleg volt. Nyomogatom végig. Há? Ja, G? Nem. Hú, nem. Na mindegy. Majd mindjárt a V. Nem. Settings. Nézzük. Csak nézzük. Csak inventory. Nem. Nem. Nincs is benne. Hihetetlen. Na mindegy. Körben Z vagy Y. Hát nekem nem, de mindegy. Tök mindegy, visszaszaladok a hajóra. Fölmászok. Megnézem még, hogy kell-e valamit rendbe rakni, mert azért Humprime azért... Elég furi... reparációs képességekkel rendelkezik, meg a megállásunk is elég furcsa volt Humprime egyébként. Tehát az, hogy megyünk egy 80-nal és levágjuk a horgonyt, tehát... Hogy az olyan... Lehet, hogy csak nekem. Furcsa. Amikor mindig kiszokott nyílni itt a hátulja régebben a hajónak. Most nem nyílt ki, érdekes. Ah, már nincs viszont a hajóba víz. Tökéletes. Így, fölhúzzuk a vasmacskát. Milyen kis cuccok vannak itt? Hát addig egy ilyen goldosat berakok.
Bár ez általában ez idegesítő szokott lenni, mert sose találom ezt a rohadt mapot. Vagy térképen a kis szigeteket. Hogy néz ki? Furcsa, pörgünk. Ott egy hajó! Haha! Na most végetek! Ezt elrakjuk, nem térképezünk. Merre fúj a szél? Tökéletes. Irányba állítjuk. Szevasz Józsi! Gyerünk, gyerünk, másszál, 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 sniperezzek! Jó, mindjárt sniperezek. Csak először megnézem a hajót. Hol van? Ott van. Hol van? Ott volt az előbb. Ott van, né? És egy nagy is! Haha! Most lesz itt a nagy csata! Rámegyünk a nagyra! Ugye, tényleg a kicsit elfordítottam balra a hajót. Snipert elővesszük. Jó. Kicsit visszafordítjuk. Ott vannak már, ott vannak. Egy magam vagyok, igen. De kemény vagyok. Figyeljetek, mindjárt megmutatom mennyire. Úgy. Kiveszünk, van nálam golyó? Vagy be vannak töltve? Be kell tölteni. Azaz. Ez be van töltve. Ide előre jövök. Ott. Haha, ott jön a kis hajó is, meg egy nagy hajó. Várjál, hogy nem tudom merre, hogy csináljuk. Remélem van annyi esze a másik kis hajónak, hogy nem futamodik most már meg. Hanem látja, hogy jövök, akkor rámegyünk a nagyra és szétöljük! Az menekül? Ah, az lövi! Haha! Nehogy rám lőj, kis hajó! Gyerünk! Kicsit visszakormányozzuk. Állítunk a szögön. Úgy. Haha, már menekül! Menekül a nagy hajó! Gyerünk, 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 gyorsan! Te is elmenekülsz? Elmenekülsz, vagy jössz utánam? Megtámadjuk közösen. Aha! Ráncessen veléd? Egy szem kis ágyummat célra tartani. Hülye gyerek. Paf! Muhahaha! Ó! Oh! Ez mi volt? Ez mi volt? Hogy kerültek a hajómra? Francessen bele, de hogy kerültek a hajómra? De ez csalás! Ez, hogy átúztak, 50-nel ment a hajóm. Rere? Azért tudtak úgy megölni, mert valaki kilőtte magát a
És még mindig itt van! Olyat szokta csinálni, hogy egymást átlövik a másik ajúr, és akkor így kilőnek mindenkit. Franc, essen már beléd! Dögölj már meg! Hát ezt nem hiszem el. És most ott fog hesszölni a hajómon? Hát próbálja elsőjeszteni, vagy valamiak neki vezetni, mert szokták csinálni. De miért nem ágyugolyóval harcolunk? Most tök csalódott vagyok. 14 napos triál. Egyébként, Laci. Nem vettem meg a játékot. Úgy olvastam egyébként, hogy tök jó móka. Körülbelül egyébként egy hétig, vagy kb. Ennyi. Aztán utána meg egy ellaposodik picit a buli. Igen. Úgyhogy igazából csak... És az a baj, hogy most sniper van nálam, és nem shotgun. Bassza már meg! Az Isten áldjon már! Bocsánat, nem szabad ilyen csúnyán beszélni. Miért nem veszi elő? Megöltem, kinyírtam a mocskot! Rohadjál meg! Itt a másik! Hát ezt nem hiszem el. Haha, kis hülye. És ezek ott fognak kempelni a hajómon egyébként, amíg... Vagy itt lehet újat kezdeni, vagy most ilyenkor mi van? Igazából, hogyha még egyszer megölnek, amíg nem érkezek meg, és nem tudjuk őket likvidálni, el kell sülyezteni a hajótisokat, ezt minket egy outposthoz. Messze tőlük. Vagy azt csinálják, hogy kilopják, ami nálunk van. Hát nagyon nincsenek semmi. Előadom ilyet, mint banán. Deszka meg ágyugójó, vagy belevezetik a simán az egyik hűre. Bimbo arcok, azaz. Átúszok a nagy hajóra. Hol van? Hol a fejjárat? Honnan lőnek? Ha itt van a víz alatt, hogy rohadjál meg! Na. Egyet megöltem, de süllyedünk. Jó van. Nagyon. Nem baj. Nincs semmink. Majd mindjárt vissza kell akkor a outpostra menni. Ez még elég idegesítő, vagy elég gusztustalan, hogy ezt így lehet kempelni a másikat. Teljesen elveszik az... Erre mondtam azt, hogy én azért nem szoktam velük így foglalkozni, mert nincs értelme. Ha ilyen egyszemélyes seppeknél jár PvP-zni, úgy még oké, de így, hogy jönnek egy négyesek, az... Teljesen szétlenek, hogy nem sok értelme van. Elmegyünk, eltakarodunk innen. Ah, nem fogunk. Ajajajaj. Mi is voltunk. Még meg tudom menteni a hajót? Vagy már nem? Nincs is értelme, mert mire meg lenne mentve, addigra szétlőni jobban. Az a baj, a Microsoft megcsinálta a jó játékot, és ezzel rontják el, hogy ilyen hibákat nem csinálnak. Hát csak tényleg, tök jó móka lenne így egymással harcolni minden, és akkor így a kempeléssel elveszik az ember kedvét. Honnan anyjába már megint? Tesz, csak. Egyébként én úgy akartam érteni ezt a TPS módot, amit írt a Skud is, hogy a nem mond a Z-t, csak véletlenül G-t írta.
akkor ugye lehet ilyen különféle dolgokat csinálni a karakteret. Például lehet aludni, táncolni, ülni, integetni, mutatni. Uh-huh. Ja, majd mindjárt megnézzük. Akkor lehet TPS-be látni az embert. És már úgyis kint éledünk föl. Nem baj, de ez nem hagyhatjuk. Tehát ez nekünk meg kell, ismét, újra rá kell menni a világra. Várjatok, tudjátok mit? Csinálunk egy olyat, hogy adok egy játékkódot. A játékkódokat a The Gamers Hungary Facebook csoport felajánlásával adok a nézőknek. Egyébként érdemes rákeresni, link a leírásban, mindenféleképpen egy csomó ingyenes játékot sorsolnak, és nem, ez, tehát nem csak ilyen nagyon aprókat, hanem igen komoly játékokat is, úgyhogy mindenféleképpen érdemes bemenni a csoportba. És 3-2-1, itt a Steam kód lehet vinni, aki vitte, az egy köszönömet pattintson addig, amíg újra nem életünk, és mehetünk is tovább. Merre vagy? Most élettem újra. Itt vagyok fönt. Mutatok valamit. Na gyere, mutassál. Mit csinálsz ez a kígyóval? Bűvölöm. Mekkora király! Ilyenkor nem tud bántani minket a kígyó. Tényleg egyébként tud? Amúgy tud, igen, meg tud csípni. Próbáld meg, menj el előtte. És ez fáj nekem? Csak nem látsz. Darabig. Na, mész innen anyádba! Mész innen! Rusnya kígyó! Kinyírtam. Épp itt ott van egy előttünk irányba. Nyugat irányba egy elhagyott hajó. Tényleg? Nézzük már meg. Az szokott ilyen út vagy. Ó, te mekkora ász vagy, hogy így tök gyorsan lehet itt menni, mi? Igen. Csárcsoltam a karton. Na jó. Most már meg jónak tűnik az FPS-en, most már jobb lesz a játékos. Úgy. Úgy, merre fúj a szél? Ja, látom. Ja, túltoltam. De már itt a kukidat látom. Az egy hajó? Elsőt hajó? Igen, az egy elsőt hajó. Mindjárt rámegyünk. Tényleg elsőt hajó. De madárkák repkednek fölötte, nagyon durva. Egyébként tyúktolvaj. Hát, talán van igazság, vagyon igazságod. Van. Mi? Hát igen, Digimonban már unalmassal válik, amikor mindig ugyanazokat csinálják benne. Pedig tök jó lehetőségek vannak ilyen játékokban egyébként. Hát igazából még ugye van a Karib-tenger film, ugye ott is van a 30 részig, amikor a... lesz egy nagy örvény, és ugye ott is ugye... két kalózhajó küzd meg egymás, akkor az ilyen epik lenne benne. Ugye, még ezzel a Krakennel megcsinálták, hogy azzal is jó. Így lehetne vele ilyen másabb fajta harcot, hogy följön a feje és akkor azt is ugye bántani kelljen. Hát meg egy csomó mindent bele lehetett volna rakni igazából szerintem. Találtam egy koponyát. Tényleg? Meg egy kincses láda, kapitány kincses láda. Hol? Bent? Itt hátul, igen, a legalsó szinten. Várjál, veszek egy levegőt, és megyek le. Egy banán. Meg wood plank. És fölveszem.
Nem lehet megcsinálni ilyen hajókat. Tényleg itt egy kapitány kincses láda, te jó ég. Hát az, már viszem is ki. Leadjuk? Le lehet. Szevasz, Krisztián! Így itt az a fontos, hogy nem az, hogy megöljenek bennünket, hanem hogy ezzel pénzszerezzünk meg, ugye fejlődjünk a... ezekbe a küldetésekbe. Jó, csak nyilván nem az a fontos, hogy megöljenek bennünket, csak furi, hogy... Tehát az egyetlen normális content igazából a PvP-ben a játékban. Igen. És furi, hogy az nem annyira jó így. Érted? Nem, mégis nem a PvP-ben van a bajom, mert hogyha van egy jó csapat, ugye egyedül tényleg nagyon nehéz. Nem volt olyan, hogy két hajót is elsőztettem egymás után, két ilyen kicsit. Egymaga. Amikor egy négyesek jönnek, az a kicsit nehezebb. Na jó, forduljunk vissza. Pumprime, neked szólnak, Krisztián. Vagy Krisztián, neked szól. Akkor ott leadjuk a izén ezt a két izét, amit hoztunk, ugye? Hol vagy? Jó, jövök föl. Ja, jössz föl! Aha! Jöjj, itt hagytál. Megyek vissza! Megyek vissza, érted? Nem muszáj, mert majd itt lesz nem sokára nekem a sellő. Tényleg? Mhm. Azt hittem már a hajón vagy. Még lementem megnézni, hogy van-e valami. Itt hagytalak a geci. Jó, akkor a sellőt várd meg. Legalább hamarabb visszaérünk a bázisra. És hol a bál? Vagy melyikről jöttünk? Nem tudom. Francessen bele. Tájékozódási képességemben. Ez nem olyan. Itt egy cápa. Jaj, jaj. Szegény Umbrámot túszik valahol. Van itt kontentolom a cápát a vízbe, sategen van. Az fort, oda nem megyünk. Kinyílt a szemek a hőriknek. Kemény. De Krisztin ezt nem kérdezett, hogy egy jó játéke? Szerintem csak mondta, hogy jó játék, nem kérdezte. Hát nem tudom, a nevem ugye kérdőjelet tett. Vagy még az a boss lenne a nagy content, hogyha a Kraken tudnánk megölni. Azt kéne elkapni. Igazából az lenne a nagy kontent, ha elsőjesztenénk egy hajót. Hát ilyen kis hajót kell elsőjeszteni, nem a négyeset, mert azt itt nehezebb. Csak a kis hajók azok elszaladnak. Itt vagy már a hajón? Ja, itt vagy. Igen. Elnézem. Plunder outpost, az lesz a következő. Oda menjünk? Igen. Jó, hát akkor itt teljes sebességgel kell menni, mi? Már be is állítjuk a vitorlákat. Így. Igazából Lagoon of Whispers az a küldetésünk célja. Amit letettél küldetést. Az meg éjszakra van. Nem, először adjuk el ezt a izét, ezt a ládikót, meg a koponyát. És a goldból, tehát amit leadod ezeket a izéket, lehet valami értelmes dolgot csinálni? Hogy értelmes? Hát mit tudom, jobb fegyvert venni. Jobbat nem lehet, csak skineset. Itt az alapfegyverek megvannak, csak a Rifle skin. Azt lehet nézni megvenni. Ja, értem. Meg ugye olyat lehet, hogy mindig több pénzed van, meg ugye a... Ez a három szint. Miért is, hogyha van egy ilyen, nem tudom, minimum szint. És ilyen skineket lehet rávenni a hajóba is. Uh-huh. Én fekete vitorral a fekete az... hajótest, ilyenek.
jó móka, de több tartalmat nem ad. Jézusom! Nem. És ilyen hajóroncsokban, mint ami itt van mellettünk, bar, ott lehet valami egyébként? Csontvázat. Ne? Hát az... Az a tied lehet. Várjál csak. Kicsit el kell fordulnunk jobbra. Mi volt ez a hang? Mit is szól? Rumot. Ez nagyon jó. Így. Fúj. Hol van nekem? Nekem is van rumom? Ja, van. Igen, nyomsz egy Q-t, F-et. Már meg is van. Be lehet rúgni? Be, ám, de még hány is lehet egymásra. Fúj. Szerintem hézeket nem jól vezetni. Elfordulsz. Tudom, de a Plunder Outposthoz kell menni. Ja, de hülye vagyok, én meg balra fordultam, amikor jobbra kellett volna. Kicsit most nagyon mozog a hajó. Igen. Nem hoppá. Lementem. Lementem az alsó szintre. És hát ha túl sokat iszunk, akkor ugye akkor lehet hányni. De bele fog esni a vízbe, nem is megyek ide. Ez nagyon durva, ez betrippelt a gyerek itt után. Azt a rohadt életbe. Te meghalok ekkora. Vászd már föl, itt legalább nem izélsz, részegeskedsz. Leesek szerinted? Le tudsz esni. Milyen hülye részeg. Leestél? Nem. Jó, látok egy hajót. Hol? Négy. A négyeset. Ja. Négy is az nem jó, a kettes az még úgy oké. Ott jobbra tőlünk a... Egyenesen. Hát akkor nem csak egy hajót látunk. Én... Ittam előbb egy kicsit, úgyhogy... Ja, úgyhogy lehet, hogy ez egyenesen az más irányba van, mi? Lehet. Nem tud egyenesen menni. Itt le kell kanyagodni majd. Ott lenni a mocsok. Francba. Pedig hogy eltaláltam azt a nagy hajót hátulról izé ágyúval, mint az állat? Azt láttam. Oda megyünk, ahonnan ő jött, mi? Igen. Hát végig is, hogyha sietünk, akkor talán nem tud minket megölni. Sokkal lassabban fordul, gondolom, meg sokkal lassabban... Hol van ott lenni? Ebben a hajóban azért, hogy fürge is. Menjetek Koponyasziget, de nincs Koponyasziget. Meg azon az a baj, hogy ahhoz megjönne az összes ilyen nagyobb hajó. Hogy van a család, minden. Alexander? Jól van a család, én vagyok most egy kicsit beteges. Mondjuk már annyira nem is fáj a torkom. Segített nekem itt a teácska. Ez lehet, hogy megállt az a hajó? Na jó. Hol, milyen messze vagyunk már az Outpost-tól? Itt a mellettünk az a nagy sziget. Amíg itt van jobbra? Igen. Jó éjszakát, Scoot! Halló! Kiugrok már a ládával most. De akkor miért nem fordulsz jobbra? Elmegyünk mellette rágba.
X, és akkor nézzük csak, hogy van. Igen. Ezt szellő irányba állítjuk. Ja, nem arra van a szellő, pont fordítva. Erre van a szellő. Múltkor megvártuk a haverokkal, ami végigcsinálják, és belóttuk az egész lootot. Hát ja. Most nem látod, Attila, hogy mekkorát... Vagy nem tudom, hogy láttad, hogy mekkorát szívtunk itt az előbb egyébként. Oké. Elkezdek csökkenteni a sebességet. Fél árvócra engedem a vitorlát. Nem lesz baj, hogyha most már csak hirtelen van leengedve. Biztos? Igen. De nem kell mi. Ja, már leengedve. Várj, megállítottam. Még úgy szoktak őt csinálni, hogy amikor hirtelen kell kanyarodni. Igen, akkor... Megy. Hát ja, hirtelen csak... Kanyarodni. Én amikor... a bétába én azt vettem észre, hogy egy nagy luk lett a izé hátulján. Akkor mindig, nem amikor... Nem azt hittem valami sérüléstől, nem a bazsmacskától. Na még csak könnyebb beállni. Szóljál, amikor engedjem. Oké. Okay. Lehet. Most, oké. Okay. Tökéletes. Így kell megállni, humprám, látod? Picit. Messziről látni a távcsövet, tényleg? Ez mekkora csövesség? Ja igen, vissza tükrözik a fény. Lehet azt látni, hogy amint hogy a... Hm. 409 arany. Lámpára van. Ja nem? 1011 arany. Most leadom még a koponyát. Hát ez annyira nem öcsön. Nagyon jó. Na nézzük, mit kaphatunk itt a pénz... Ja, itt nem kaphatunk semmit a pénzünkért. Itt mit kaphatunk a pénzünkért? Igen, még az a baj még a játéknak, hogy nagyon-nagyon lassan update-el. Hogy érted? Nagyon sok cuccot leadunk egymás után, akkor nagyon-nagyon lassan adja a pénzt. Ja! Értem. És akkor itt is lehet a vödörnek skint venni például, meg a... Azt igen. A kurva. Hát mindenek lehet. Most hogy ilyen epic kabátot, hogy lehet szerezni. Köszönöm szépen a feliratkozást. Win 10 a chipet. A chipat is lehet látni messziről, az is csillog. Ja, a chipát is lehet látni, igen. Igen. Vegyetek fel Skeleton kilelős küldit. Vegyünk föl még egy Skeleton kilelős küldit, humpány, mit szólsz hozzá? Nekem van. Na, akkor menjünk. Kettő még. Szálljunk vízre! És pat, most már akkor azokat csináljuk meg azokat a küldiket, és próbáljuk meg elkerülni a nagy hajót, mert ez nagyon, nagyon kis... Micsodát? Egy állatosat. Hát fölvehetsz egy állatosat is, ja. Most ez a mi hajónk az nem sérült most, ugye? Mert újat kezdtünk, igen. Nem. Most el kell mennünk a egyik ilyen szigetre majd. Melyikre? Hát ugye mondtad, hogy ezt látjuk, és utána menjünk vissza a szigetre. Jó, persze. Lagon a Whisperre kell menni. Akkor az északnyugat. Gyerünk már, húzz föl, úgy! Ez
Szerintem elmetenettem egy pillanatra, mert nem kivágott. Ajánlatos pisztoly helyett más fegyvert tenni. Igen, pisztoly helyett más fegyvert tettem. És ha full hirtelen befeketedik a víz, akkor... Akkor baj van. Jön a content. Northwest felé veszem az irányt. Connection, de jó. Éjszaka a vizen, egyedül, Hun Prime ott hagyott minket. Ez a fránya internet kapcsolat. Na mi, milyen? Mit? Skeletonoknak mit? Ilyen shotgun-t vigyek? Viszek shotgun. A skeletonoknak jó shotgun a... Amikor ugye a fortó van csinálva, például is ugye jönnek a vérek, ott is ugye jutottak át, hogy csinálnak. A bázis közepére teszik a lőforshordot, és azt a pisztoly meglövik, ugye a pisztoly az pontosabban célzott, mint a shotgun. Aha. És egybe szét lehet lőni, viszont a shotgunnal meg csak úgy lehet szétlőni, hogyha öngyilkos lesz a játékos vele. Aha, aha. Értem. A shotgun végül is az emberek ellen jó. Igen, azzal öltek meg engem is egyébként. Ezt én itt csipával itt próbáltam ott a víz alatt egy centiről, de hát esélye sincs ilyenkor. És hogy meglátják az izét éjszaka, ott az egy hajó? Aha, szerintem az egy hajó. Méghozzá... Mit? Igen, az egy hajó. Méghozzá nagy hajó. Hát, ja, de ez tapasztalat kell azért, Attila. Én is videósokról néztem, hogy... Hogy alig... Ugyan fordokat meg a Kraken. Így egymagam hiába próbálnám meg, egyedül nem ilyen lenne. Lekapcsoltam a lámpákat. Nehogy észrevegyenek. Itt valami vihar készül. PUBG-be sniperkedtem már. Hát sniperkedés nélkül szerintem nem lehet a PUBG-be semmit csinálni. Legnagyobb killem 750 vagy 850 méterről volt egyébként PUBG-be. Bent lekapcsoltam szerintem minden villany. A bent itt az úgy sem látják, mert ugye az nem látszik kívülről. Azaz. Bejelölted a térképen, hogy hova megyünk? Igen. Aránylag jó irányba tartunk még. És itt be kell gyorsítani. Pont hátulról jön a szellő. Ja. Úgyhogy pont rossz felé vannak vitorla. Úgy. Na. Így. Hú, milyen nyugalmas a tenger most. Van egy kis baj, nem enged vissza. Nem enged vissza. Nem lett lejárt azért? Nem, mert 11-én től nem tudok játszani. Úgy van, hogy 10-ig van ez a Game Pass, utána 11-től meg már nincs. Akkor azt csinálom. Egyébként csak akartam olyan hosszú streamet, hogy most fogom, és megtámadok valakit.
Látok egy hajót. Ott az hajó. Ott az hajó, az nagy hajó. Miért mindig mindenki nagy hajóval megy? Nem baj. Most kérje nekem, hogy nem tudok csatlakozni a crewhoz, mert nincs, nem létezik. Na, nem lesz hosszú stream. Nem is akartam hosszút, mert kicsit fáj a torkom. Az nem az. Az az. Jó, visszább egy picit. Lehet, nem is hajók, amivel most szembe mész. Nem az. Arra felé van. Úgy, beállítjuk. De most meg ilyen bunkó szembeszél van. De utálom ezt. Így. Úgy. Na, ezért mondom, ez nem enged vissza már. De miért? Hogy nem enged vissza? Nem tudom. Elég furi. Most ugye megszakadt az internet kapcsolatom. Nem engedt vissza, pedig előtte meg újra nézottam a gépet, akkor meg teljesen gépmerezetet csináltam, akkor visszaengedett. Nem az a Microsoftnak is a hülyesége. Na lehet fogadásokat kötni, fiúk! Mennyi az esélyem, hogy túlélem? Mit csináljak? Megkerüljem ezt az egész szigetet és úgy hátulról csapassam rájuk, amikor hátszéllel? Ja nem, mert... Hát... Ötven perc át. Lehet, hogy még észre se vettek. Joló, ennyi. Merre? Kerülje meg a szigetet, vagy így menjek neki egyből? Ha elsülyeztem a hajót, akkor az izé? Nem lesz enyém a kincs, ugye? Milyen hajó? Mármint, hogy melyik kincs? Mi az, hogy súnyuljak? De nem tudok, hogy súnyuljak. Hogy lehet ebben a játékban súnyulni? Hát az, hogy például megállsz egy szikla mellett és várkozol, amíg ők lehorgonyoznak vagy valami. Á, nem, jólózok. De ez így nem jó, pont szembeszél van. Na, talán most. Megy ki a térképről. Nem megyek ki a térképről. Az nem jó, mert akkor első ide hajó. Már elindultak. Menekülnek! Na várjál! Töltök vissza talán. Van még esély. De most már izé van, most már harc lesz megint. Nem baj, ne. Lehet, hogy észre se vettek a majmok. Biztos észrevettek, mi csak... A hülye majom, mondják azt. Ott van. Elfordulj jobbra. Elfordulj jobbra. Föl akarnak, ágyúzni akarnak szerintem, fölkészülnek, hogy ágyúzhassanak. De egy kicsit mi elfordulunk balra.
Nem nagyon, csak éppen, hogy ne tudjanak ránk lőni. Kikötnek. Nem lehet ekkora mákom. Mi? Nem, szerintem ők koponyás mission csinálnak. És szembe fordulnak velem, akkor én is szembe fordulok velük. Igen, nem tudnak lőni. Kis bimbó arcok. Figyelj! Van baj, hogy nem tudok lőni. Ajajajaj! De pontosan megálltál. Huha! Huha! Neked mennek. Ne, 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 ne! Elfordulunk jobbra, úgy. Megnézzük, hogy mi a... Mi? Figyelj, nehogy bejövjük. Huha! Elédük ott. Ne! Ajajajajajajajaj! Gyerünk, 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 gyerünk! Szarrá lőnek! Várjál! Nyugalom! Nyugalom! Nem tudom csatlakozni. Menj át, deszkálsz! Javúgy vagy, Cségó! Hol van deszka? Deszka, itt van deszka. Hol van még deszka, Home Prime? Itt van, megvan. Előtte egy... Úgy? Nem engedem el őket. Nehogy azt higgyétek. De engem ez nem enged vissza. Hát nagyon sajnálom. Nem is értem, hogy miért. Egy mocskos connection hibával nem enged vissza, azt írja, nem létezik a box. Még az Xboxon ott vagy csatlakozás. Van cségom. Hagyd ma a nevem Steamen. Oha. Hol van a hajó? Hol van a hajó? Aha! Így akkor csak nézni tudok sajnos. Én nem enged vissza egy ebből. Olyan rendőrkanyart csináltam is, srácok! Erre szoktak használni a... hasmacskát, ugye hirtelen kanyarok. Ott a ember a vízbe! Hahaha, hülyéje! Gyerünk! Mi a helyzet? Van még itt víz? Ja, hogy itt még jön be? Azért kemény vagyok egyedül. Most nem mondjátok, hogy nem. Még nyomjad balra. Megkerüljük a szigetet, ott fognak kijönni a túloldalt majd. Lemegyek, még beütök. Egy-két lukat. Azaz. Van itt még valami vizecske? Van bizony. Bőven. Bőven. Úgy. Jó. Uha. Már megint baj van. Jaj ne, ezt most elrontottam, lehet, lehet, lehet,
Ajja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 j
picit! Fordulj! Fordulj! Ez az! Bam! Szevasz! Írtak neked a... in-game chatbe. Nem baj. Mit írtak? Hát itt tudom én. Hogy? Megint megyünk olyan helyre, amerre nem kéne. Hoho, megállunk. Ott egy ember. Megölöm. Gyere, gyere, kisfiam. Mit akarsz? Gyere. Ha, úgy menekül. Menekül-e hülye? Puff! Hogy menekül, fut! Kinyírlak! Fussál! Nem sikerte lehet. Kinyírtam! Ó, kis hajóm! Ezt nem nagyon lehet kilapátolni innen, mi? Azt vágnom, azt más miért. Ha eléri a második felirzetet, akkor onnantól már annak katya. Víz! De ők is szerintem elég jól eltaláltam őket egy-két helyen. Szia, Kex! Szerintem látik, hogy víz az egyik kertbe. Oho, már levegyek ide a víz alá. Eszek egy banánt. Oh! Oh, ez most eltaláltak. Na jó van, srácok! Azért jó volt ez az utolsó kis trollkodás szerintem. Pont betöltöttem. Játszunk még egy keveset? Hát, igazából azt te tudod, mert... engem így dobál, akkor nem sok értem van. Jó, de akkor csináljuk azt, Hun Prime. Játszunk még egyet, de trollkodjunk. Tehát okay. Ne kezdjünk el questelni, hanem keressünk egy hajót. Keressünk egy hajót, és fogjuk meg. Szevasz, Vargas! Fogjuk meg. Mi van? Ketten is lőttek, de... tulajdonképpen egyiket tette a cápa. Szia, Vargas. De most hol vagy te, helyileg, fizikailag? Itt voltam a hajó mellett. Melyik hajó mellett? A... övéjük mellett. Ott ja. Lőttem őket. Egyiket ki is nyírtam, ha minden igaz. Na menjünk trollkodni, gyere itt a hajó. Hogy nevezzük? Tudom mi a baj. Hun Prime. Tudom már mi a baj. Nincs hajó neve. Nem neveztük el a hajónkat. Mi legyen a neve? Bimbo. Bimbo? Legyen a neve Bimbo? Na most én átveszem a parancsnokságot. És itt nem kőkövön nem marad itt a hét tengeren. Körbenézünk. Kell deszka, mert elfogyott a deszka szerintem, meg a... De ilyen kúrja spavnol, amikor elsőre hajó. Igen? Ja, jó. Igen. Nem látok. Igazából igen? Nincsenek tőlünk olyan messze, mert mindig úgy szokott lenni, amikor megöli a másik. Mert azóta jött egy patch, és nagyon... jó, bejelöltél, vissza fogjuk helyre a Steam-en mindenképpen. Jött egy patch azóta. Igen, és... az, hogy messzebb teszi, van. Akkor az volt az a patch, ami nekem patchelt most minket. Live előtt. Gyere! Gyere, testvérem! Nem, legyen, ne Bimbo legyen! Legyen a nevünk, legyen a neve Lucienda! Lucienda? Lucienda, a kis drágának. Fönn vagy? Igen. Látok gyors fegyvert. Milyen rangom van? Mibe? Cségóba? Ha!
Kisbarátom, tudod, mikor játszottam én legutoljára a Cségót? Akkor játszottam legutoljára a Cségót, vagy nem Cségót, Cségót, körülbelül egy órát játszottam egész életem összesen. Counter Strike-ot, amikor 14 éves voltam szerintem. Én is játszottam vele 260 órát, befejeztem Silver 2-ben, annyira csúcsok játék. Ez free idő még, Vargas, free idő. Majd akkor fogok-e fizetni, amikor a State and Decay, vagy mi az Isten 2 ki fog jönni, és az is benne lesz ebbe a Game Pass-ba, akkor elő fog fizetni egy hónapot. Jó, de barátságos itt most a hangulat. Hol vannak a hajók? Boom Prime. Nézem. 14 nap a free idő egyébként. Van kedved, Vargas, tolhatunk ilyen trollkodást veled is. Meg gondolom Boom Prime-ot is rá lehet fogni erre. Vagy rá lehet venni erre. Mit? Eddig van egy free. Nekem 10-én lejártam. Teljesen ingyenesen bárki, használhatja. Hát igaz, és akkor lehetne úgy, igen? Úgy van, hogy a... Ugye először meg hozzá kell adni a bankkártyát, viszont nem vonja le a pénzt. Viszont amikor hozzá van adva, egyből le is lehet mondani. Igen, én is úgy csináltam, hogy hozzáadtam a bankkártyát, és le is töröltem utána a bankkártyát. Hát az nincs megszabva, hogy meddig lehet felhasználni. Hát lényeg, hogy a aktiválástól számít a 14 napig ingyenes. Így van. És hogyha így jönnétek, akkor lehetne itt tolni ilyen nagyokat. Csak 4-eset lett maximum. Én már hallottam olyat is, hogy összeálltak 8-an, 7 nagy hajóval is úgy lootoltak. 8-an voltak egy hajón, vagy valami ilyesmi. Akkor ott biztos ledarálják ott a világot is. Hát az annyira lehetetlen, mert már mások is próbálták, de nem jut össze. Mondjuk itt ilyen random szerverek vannak, mi gondolom? Mondjuk van egy olyan játék, Black Wave a neve, az Steam-es. Az ugyanilyen kalózós, csak az nem ilyesmi, mint ez, de... Az egy komolyabb, kb. Olyan, mint a... Nem úgy komolyabb, mert még miért... Majdnem kivontam egy mondatot, tehát azt akartam mondani, hogy az a különbség ez meg a Black Wave között, mint a Fortnite és a PUBG között. Tehát, hogy a stílusa, nem a komolyságát akartam mondani, mielőtt bárki is. Látom a hajót. Na, hol van? Irány. Délnyugat. Délnyugat? Igen. Igazából Black Wave-nél ugye úgy van, hogyha random emberek játszik, akkor tudni kell angolul jól, hogy a kapitánynak meg főleg, hogy hol menjen ki, meg ilyenek. Igen, azt tudom, hogy ott eléggé irányítja ott az embereket. De is lesz még ilyen egyébként. Délnyugat, ez az, nem? Igen. Hát 20 ezeret én se adnék érte, tehát az biztos. Én sem. Én inkább megelőlegezem az alaplapomat. Hát főleg, hogyha így a Microsoft Xboxon keresztül 2000 forintért rá lehet tolni, tehát hogy tényleg lehet egy hónapig játszani vele. Most ez nem az a játék, ahol szerintem így... Aha, ott vannak. Előttünk van hagyma. Látom. Ész, hogy előtt... Ja? Látom. Már. Lekapcsolom a lámpákat. Már nem tudom, hogy ez számít egyébként. Igazából úgyis lehet látni másokat. Meg mi se a lámpájukat látjuk. Írják kritikai, nem fogyok. Hogy csináljuk? Óvatosan kell. Nem szabad az oldalába menni. Nem fogy a room. Nem akarunk harcolni részegen. Ha van mondjuk, hogy ez se találnának. Lehet. Ott vannak. Éjszakai harcra készülünk? Meg kell nézni, az ágyuk föl vannak-e töltve. Szerintem nincsenek. Egyet föltöltöttem. És a másikat is föltöltöm.
menekülnek előlünk. Aha. Piáljak. Szerintem ez a vége fülem, mert most nem jó, mert most háború van. Háború van. Neki kell menni. Szevasz Vintiz, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Balra egy kicsit. Nem is tudom, hogy csináljuk szerinted. Szerinted hogy csináljuk? Az outposthoz. Aha, ja, jó, jó, akkor menjünk oda. Jönnék az, meg feladni a dolgokat. Az is jó, sőt, egyébként jobb is, hogyha mi előttük vagyunk, és nem mögöttük. És az is a legjobb, hogyha előttük maradunk. De az, mint hogyha vissza lennének vonva a zászlók. De le van téve. Sőt, pont jó szelünk van. Meg bevezetem, mert én ágyúzom. Oké. Okay. De látod, az előbb is mindent tudok egyszerre. Megpróbálok eléjük menni, és akkor ott nem tudnak ránk lőni az ágyúval, jó? És tudok már lövök rájuk, jó? Oké. Okay. Megpróbálom, nem tudom megsülyezni a hajót. Oké, okay, figyelj! És utána le fogom engedni a horgonyt. El fognak ütni, bazd meg! Lőj, 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 lőj! Azaz, szép! Ajjajjaj, nekünk jönnek! Rohadjatok meg! Gyorsan irányt változtass. Változtatok! Nyugi! Ó! Oh. Jó, várjál, most egy kicsit vödrözünk. Úgy, ügyesen. Na. Te lősz? Igen. Le fogunk süllyedni, bazd meg. Mindjárt megyünk tovább rájuk. Csak betapasztom a lukak nagy részét. Legalább. Hoppá! Hol van még egy luk? Lehet, hogy vége? Ó! Oh. Megadom neki kis sebzést. Úgy, kiszedek, és... Víz! Nagyon durván toljuk ezt, Hun Prime, alig bírok! Megkaszod a harcilázom. Megőzted a harcilázat. Most engedd le a horgonyt! Engedd le a horgonyt, hogy megforduljunk utánuk! Úgy, és te rögtön kezd is el fölhúzni. Van még valahol vizecske? Ah, itt jön be. Úgy, meg itt is. Elképesztő, hogy túléltük egyébként. Igen, és ők nem tudnak csinálni semmit. Nagyon. És egyben van a hajónk. Hát most vezetek én, jó? Jó. Hát most eddig sem vezettem igazából, csak hordtam a vizet ki lentről.
Nincs több luk, ugye? Sehol. Nincs. Nem. Jó, oké. Melyik oldalára menjük a hajónak? Nekem mindegy, az is jó egyébként, hogyha egy... Hát, próbálj meg nagyon közel menni hozzá mögé. És aztán fordulj el. És akkor de nem fog... És érted? Igen. Most menekülnek előlünk. Megfutamodnak. Kis bimbo arcú barát. Fordulnak jobbra, jobbra, jobbra. Fordulj jobbra. Fordulj jobbra, jobbra. Baszd meg izé, pont, pont, pont az ágyuk mellett fogunk ott lesz. Jobbra, jobbra. Úgy. És most balra. Igen. A franc egyen meg. Elég kell lőni még jobban. Ez nagyon rossz volt. Légy piszok kis hajó. Nem légy piszok. Ő. Hogy mi is a neve? Nem tudom, ami bonyolult neve van. Bonyolult neve van. Elfejtettem a nevét a hajónak, de egyáltalán nem légypiszok. Hogy menekülnek? Menekülnek, Eci! Már bocsánat, nem szabad ilyet mondani, mert ez ilyen családban áll stream. Nem jön be víz sehol? Azt még ezért ellenőrzöm. Nem hallok szelelést. Nem. Irányítom, jaj, oké. Okay. Viszont figyeljünk már arra, mert tényleg az szoktak olyat csinálni, hogy random emberkék leugrálnak a hajójukról, és fölmásznak a másik hajójukra, hogy hirtelen berántsák a készítéket, és mindenkit megöljenek. De hogy lehet, hogy elmenekül előlünk? Miért vagyunk ilyen lassúak? Várjál, próbálom akkor folyamatosan a izét intézni. Te csak vezess, én majd csinálom a izét. Ja nem, azért menekülnek, mert ne szeretnék addig gyorsan lootokat, mert szerintem nekik van loot. Mindjárt kicserélem. Már a izét. Teljesen le van engedve a vitorlánk, ugye? Igen. Jó? Igen. Nem így. Féltik, amit eddig összelootoltak előnünk. Hát de most két embertől féltik. Úgy tűnik. Ez a szélére is elég érdekes, mert valamikor kevés ideig lehet jó szélben menni, mert valamikor meg szembeszél az végig. Figyelem a szelet, és a vitorlát állítom folyamatosan. Úgy van az outpost, ahova le kellett adni ezen a részen. Szerintem ott meg fognak állni, de ennyi utánuk. Megyek. És megyarodni kell ez miatt. Milyen vicces lenne süllyednének a hajóval. És össze tudnak szemben. Aha, visszafordulnak és felénk fognak nézni oldallal. Mit csináljunk? Ja nem, menekülnek, elmenekülnek ember, utánuk, kanyarodj utánuk. Ott van egy kettes hajó. Nem baj, most már ezeket meg humizzuk. Nagyon mélyen ül, nem? Tehát sok lehet benne a víz, nem? Nem tudom. Hogy már teszed a kormányt? Persze. De nekik jobbra menj. Jó.
Ott van egy ember a parton. Vigyázz! Látom. Kicsit eljövök. Kettő Ketten. Is. Az ide akar jönni? Vigyázz. Hát elmentem amennyire tudtam. Nem hiszem, hogy föl tudott jönni. Ezek leadták a cucca szerintem. Akkor azt jelenti, hogy a hajó nem egy-két ember lehet csak. Hát úgyis rá fogja őket pattintani majd. De miért ilyen rohadt gyors az? Francessen bele. Hú, az majdnem megvolt. De elvileg ennek gyorsabbnak kell lennie ennek a hajónak, Vargas. Na jó, nem tökölünk. Másik oldalra menjél. Megy vissza felszedni szerintem az embereit. Igazából nem muszáj felszedni, mert ugye jön hozzájuk a sellőt, azon fel tudnak menni ők is. Mégis a másik oldalra menjél. Szép! Szép! Gyönyörű! 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 Azt a rohadt tűz, 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 tűz! Szevasz Gamers Los Santos! Hello. Merre megy a szél? Aha, arra. Jó, rohadjál meg! Akkor is elkapjuk őket. Nem menekülhetnek örökké. Addig van esélyünk elkapni még elnap, hogy az ágyú golyó. Tehát már csak a kamikáze taktika lehet csak. Nem? Figyelj! Ojjajajajajaj, valaki itt van fönt! Jaj. Franc! Na meg is öltek engem is. Na jó van. Szerintem ez már elegendő volt ez a bohóckodás. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Hát lehet, hogy sniper volt, de nem, azért nem hiszem. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljatok, és nézzétek meg a Facebook oldalát is Hagyma TV-nek. És nézzétek meg Humprime gyönyörű kis szellemelő adagtáncát. Jó volt így trollkodni egy utoljára egyet. Jó live-okra hazaérni. Na, milyen is köszönünk. Sziasztok! Hello!